A japánok sem nagyon csípik azt, hogy megrendezik, veszélyesnek tartják ezt az olimpiát. Úgyhogy én inkább a kérdést úgy tenném föl, hogy pénteken elkezdődik az olimpia, de olyan be fogják tudni fejezni. Üdvözlöm kedves nézőinket! Önök a Ma Hét Média Család Szurkoló című műsorát látják, amelyben ezúttal a 2020-as olimpiáról beszélünk 2021-ben. Mai beszélgető társaim Matus Tibor, és Hajtman Gábor. Üdvözlöm a kedves nézőket! Hát igen, a labdarúgó Európa-bajnokság kapcsán is elmondhattuk, hogy egy évvel csúsztatták a tornát, most itt van az olimpia, a sport ünnepe igazából, az emberiség ünnepe, és ismét csak elmondhatjuk, hogy egy évvel később rendezik meg. És az lenne az első kérdésem, hogy vajon megérte ez az egy év csúsztatás? Tibor, szerinted? Ugye azzal a gondolattal csúsztatták, hogy egy éven belül túl leszünk a válságon, legyűrjük, megtaláljuk rá az ellenszert, de megjelent a delta vírus, és hát azért úgy elkezdett csipegetni az emberek közül. De igazából a vírust legyőztük, nem? Hát a vírus legyőztük, csak hát Japánban azért gondolom ott alacsonyabb is az átoltottság, tehát japánok nem nagyon szeretik magukat beoltatni, és azért ott is megindultak, azt hiszem, tehát a delta vírus kapcsán a járványügyi mutatók rosszabbodtak. Maga a japánok sem nagyon csípik azt, hogy megrendezik, veszélyesnek tartják ezt az olimpiát. Úgyhogy én inkább a kérdést úgy tenném föl, hogy pénteken elkezdődik az olimpia, de vajon be fogják tudni fejezni. Gábor, te mit gondolsz? Milyen lesz az olimpia így a koronavírus árnyékában? Hát egy éve nagyon naivak voltunk, ugye azt hittük, hogy teljesen visszatérünk a normális kerékvágásba. Hát ez nem történt meg, és a sport ünnepén ugye eléggé furcsa olimpia kezdődik, nézők nélkül, szurkolás nélkül, tényleg, tehát hogy nem is tudjuk elképzelni, viszont ugye meg lesz tartva az olimpia, mert hát azért kell, hogy a sportágban, tehát hogy a tradíciót nagyon fontos egyébként folytatni, és hát ugye azért kellő tiszteletet adunk a sportágaknak. Hát majd otthonról lehet figyelni a tévé képernyője elől, hát a tévétársaságnak ez jól fog jönni, viszont azért nem az igazi, hogyha otthonról nézzük, vagy akik ott vannak helyszínen, és hát ez most egy ilyen világ, ezt is ki kell próbálni. Reméljük, hogy azért az emberek és a szurkolók, az otthoni szurkolók megtalálják az élvezetet ebben is. Érdekes lesz ez abból a szempontból is, hogy ugye alig fél év múlva lesz egy újabb olimpia, egy téli olimpia, ami nem is annyira messze, hanem Kínában lesz. Feltételezhetjük, hogy a téli olimpiát bármilyen körülmények között Kínában megtartják. Ebben nem lennék biztos, mert a vírus azért erősebb télen. Ez a Kínában ott azért más rendszer. Ez egy nagyon érdekes kérdés, de maradjunk a nyári olimpiánál. Ugye Gábor már említett, hogy nézők nélkül igazából, mondjuk az európai szurkolók ebből talán kevésbé fognak kárt szenvedni, mivel azért Japánba kiutazni ez egy költséges dolog, meg itt a járványhelyzetben ez amúgy is elég korlátozottan lett volna lehetséges, hogyha engednek egyáltalán külföldi nézőt, mert először is ugye csak az volt, hogy japán nézők mehetnek majd ki. Gábor említette tehát azt is, hogy a tévétársaságoknak ez egy jó üzlet. Te mit gondolsz? Tényleg még akkor a üzlet a mai médiavilágban egy olimpia? Biztosan, de én inkább onnan kezdeném az egész kérdésre a feleletet, hogy a Japánnak is, és szerintem elsősorban az emberiségnek nagyon fontos, hogy meg legyen szervezve ez az olimpia. Tehát ez egy valamilyen győzelem a vírus vagy a járvány felett. Szimbolikus, nem gazdasági szempontból. Ez szimbolikus. Igen. Tehát gazdasági szempontból Japánnak, mint szervezőnek, ez egy gazdasági csőd ez az olimpia lebonyolítása. Teljesen át kellett szervezni minden szinte. Már az, szerintem, ha nem Japán szervezi, lehet, hogy más ország nem bírt volna vele, hogy újra szervezze ezt az egész olimpiát, ugye. Terminusok, nem tudom, mi minden kellett volna. Hiányoznak a bevételek, a turisták, a jegyek, a nem tudom mi, és igazából csak a tévétársaságok profitálnak
Nagyot. Meg az Olimpiai Bizottság, aki, aki megígérte a reklámokat. Ugye, hogy majd meg, hát, támogatja a japán szervezőket. Egyébként kíváncsi leszek a megnyitóra, hogy mennyire fogják majd belefoglalni egy ezt koronavírus járványt, hogy akkor nem tudom, hogy mindenki ugye otthon van, karanténa, tehát hogy biztos lehet, hogy fogunk látni egy ilyen érdekességet is ott. Mert hát mindig a megnyitók ugye arról szólnak, hogy nem tudom, ugye végveszik a kultúrát, az, hogy érdekességeket, illetve az, hogy ha vannak ilyen nagyon ilyen társadalmi problémák, akkor azokra felhívják mindig a figyelmet, úgyhogy valószínűleg akkor a koronavírus járványt is valahogy beépítik ebbe. Úgyhogy ez is érdekes lesz. Érdekes lesz, és nem csak a japánok szempontjából, hanem a magyarok szempontjából is. Tudom, Tibor, hogy te készültél, hogy milyen esélyeket adnak a nemzetközi ügynökségek akár a magyaroknak. Én személy szerint, mint magyar szurkoló azt mondom, hogy ha 7-nél több arany lesz, az siker, és a 20-nál több érem, az is siker. De mit mondanak a nálam hozzábértőbbek? Több ügynökség, sportújságok ugye állítottak, vagy próbálják megjósolni, hogy mennyi érmet kap Magyarország, illetve a világ többi része, illetve abból mennyi lesz az arany. Ha a riói olimpiát ugye 8 arannyal zártuk, ha jól emlékszem, és egy ilyen 16 érem vagy 15 érem volt. Igen, tehát az éremekben nem voltunk annyira De tőlek első volt, mi a London, ugye a Londonban volt 10, azt hiszem. Igen, igen. Na most, tehát ezek a tippek, ezek úgy abban megegyeznek, hogy mindegyik többre számít, mint Rióba, amennyit a magyarok elértek. Ez már egy jó hír. Tulajdonképpen 8-9 arany körül határozzák meg, illetve az érmek száma már pedig egy ilyen 16, sőt van olyan is, aki 28 körül lövi be a bronzok számát. Hát nem tudom, én kinyomtattam itt a AP-nek, a amerikai ügynökségnek a 9 magyar aranyat jósolnak, és hát felsorolom gyorsan, hogy kiket. Lőnincz Tamás birkózásba, Kopasz Bálint kajakkenu K1 ezresbe, tehát kenu ezresbe, Marosi Ádám öttusába, Péni István sportlövészetbe, sőt Péni István Mészáros Eszter, azt hiszem egy ilyen vegyes légpuszt, női K4-es, kajak 4-es, Milák Kristófot, 200 pillangót, Hosszú Katinkát, 400 méter vegyest, és Szilágyi Áron pedig víváskard egyéni. Na és akkor itt kezdhettünk is elemezni, hogy hát én ebbe keveslem a kajakosoknak, a kajakosoktól többet számítok, a úszásba többet számítok, de hát ez mindig egy hát ilyen lótri. Ugye látjuk ebből a felsorolásból is, hogy tényleg az esélylatolgatások megoszlanak, tehát ha azt veszük egy birkózásba azért nagyon nehéz az aranyig eljutni, az sorsolás kérdése, szerencse kérdése, egy nap alatt kell csúcsformába lenni, úgy, hogy ne fogjuk ki már rögtön mondjuk az első fordulóba azt, aki ugyanúgy csúcsformában van, és mondjuk egy aranyért lehetnek küzdeni. De azért itt megemlítem, hogy a Lőrinc testvérek másik felé, Lőrinc Viktort viszont ezüstre tippelik. Tehát ez is a birkózás olyan, ami vagy beszokott jönni, vagy nem, azért a kajakkenu az... És a bírón is nagyon sok függ. Emlékszek, Londonban volt egy ilyen eset, hogy majdnem volt egy bronzunk, de aztán nem. Sőt, még a Muszukájev Ismailt, ez egy honosított sportoló, őt pedig bronzra. Tehát én azért reménykedek, hogy a birkózók behoznak egy aranyat. Mert eleve a birkózásról beszélünk, ugye itt a szlovákoknál is rengeteg honosított birkózó van, és végülis csak egyiküknek sikerült kijutnia, tehát nagyon nehéz volt az, hogy 2020-ra készültek a sportolók 4 évig, hogy akkorra kell csúcsformában lenni, és végülis ez 1 évet tolódott, de beszéljünk a sportágokról, hogy mit gondoltok egyébként, mi lehet az a magyar sikerágazat, vagy mik lehetnek azok a sikerágazatok? Kiskorom óta, amikor figyelem az olimpiát, hát még emlékszem, de még nagyon kis voltam, Egerszegi Krisztán mindig ugye ismételték, aztán Cselacit, Szántó Dávid kommentálása, aztán nem felejtem, óriási. Tehát, hogy én az úszó számunkat emelem ki, ott mindig is nagyon jók voltunk magyarok, és hát mindig hoztunk ugye érmeket. Van két szuper tehetség, van, ugye? Ezt akartam mondani egyébként, hogy mindig voltak, tehát hogy például Cselászló régebben ugye
az űrlényekkel, a szuperföldön kívüliekkel, Michael Phelpssel és Ryan Lochtival szokott vitatkozni, és most meg van egy hosszú Katinka, akit nemzetközileg ugye elismernek, és hát egy világsztárnak számít, úgyhogy ugye erre van miért büszkének lennünk. És hát én itt kiigazítanálak, szóval az elmúlt évekhez képest mindig volt egy-egy jó úszónk. Ha volt, most viszont nagyon sok jó úszónk van. Tehát a úszósport rettenetes sokat fejlődött. És van két szupersztár. Hát mind a kettőtől kettő aranyra esélyesnek tartják. Tehát Szokatinka és Milák Kristóf. És ne felejtjük el egyébként Kapás Boglárkát. Igen, és ő a nagy kérdés. Ugye a magyar sport talán legkedvesebb arca, és a legszebb arca is, akit a rajongók általában csak a legszebb magyar sportolónak neveznek. Csak ő is az, akire szerintem elég nagy a nyomás, és ezt tényleg abban a számban, amivel ő is úszik, nehéz elviselnie. De rengeteg olyan úszónk van, ahogy Tibor is említette, aki bejön az a nap, bejön az a két nap. Okozhat meglepetést, persze. Igen, okozhat meglepetést, meg nem is biztos, hogy akkora meglepetés lenne, hogyha odaérnének egy éremre. A másik egy siker, ugye a kajakkenu, azt hiszem 16 számba indulnak, és ebből akár 12-ben mondjuk éremesélyesek. Igen, most azért ez már sokkal a kiegyensúlyozottabb sportág, tehát már nem számíthatunk arra, hogy 7 arany legyen, csak a sportoló. Az érdekességek, mondom, tehát ugye azért látni kell azt is, hogy a sportolók most nem voltak annyit világversenyek, nem tudják, hogy milyen a konkurencia. Például a kajaknál nem tudják, hogy a új-zélandiak hol vannak. És itt érdekes, hogy elmúlt olimpián a Kozák Danuta nyert 3 aranyat. Na most van egy új-zélandi hölgy, amelyik meg szeretné ezt fejelni, és 4-et szeretne nyerni. Reméljük, ez nem fog sikerülni, hanem inkább valamelyik magyar egység fog befutni. És én még kiemelném Szilágyi Áront, aki ugye 2 olimpiát nyert, és ő lehetne az egyetlen egy kardió, amelyik 3 olimpiai. Csak a kard is egy olyan ami aztán tényleg egy nap kérdése, és ugye ez is egy nagyon idegkart. És egy nap kell 5-6 tuson tökéletes idegállapotban lenni. Tehát ez ugyanaz, mint a birkózás, vagy akár a hát judó. Szerintem pszichikailag még nehezebb a kardvívás, tehát az teljesen pszichi. És akkor én még kiemelném, ugye, hogyha visszavezünk vizekre, akkor a magyar vízilabda válogatottat, ugye, akik nagyon szoktak szerepelni az olimpiákon, és hát ugye elég jó formában van, ahogy figyeltem így a felkészülésben, a férfi mind a kettő, és hát a legutóbbi olimpián, ha jól emlékszem, akkor ott a női válogatott az oroszokkal játszott a bronzmérkőzésen, és ott épp hogy csak kikaptak, úgyhogy hasonló. Női még nem ért el érmet, ugye ez most a cél. És ez most egyébként nagyon jó lehet, hogyha a női válogatott oda kerülne a legjobb 4-be, és esetleg valami érmet tudna szerezni, és hát a férfi vízilabda válogatott, én kimerem jelenteni azt, hogy esélyes arra esetleg, hogy megnyerni a vízilabda tornát. Igen. És ne felejtsük el a női kézilabda válogatott, ahol tele van felvidéki származású játékosokkal. Igen, felvidéki származású játékosok, és az is örömteli, hogy tényleg a kézilabdában most már folyamatosan azt mondhatjuk, hogy ott vagyunk az élvonalban. Igaz, hogy most olimpiák kimaradtak, de ha megnézik a női kézilabdát, ha jól emlékszik, a 5. helynél nem volt rosszabb helyezés olimpián. És most az IFIK nyertek valamit. Hát az IFIK Európa bajnokok lettek, de hát az ifjúság az stabilan, ugye. Még a Lakatosi tájékra gondolunk, akik világbajnokok. Figyeltétek a női kézilabda fölkészülését? Igen. Egy érdekes húzást csinált a csapatkapitán, kivitte az egész csapatot Székelyföldre edzeni. Egy ilyen nemzeterősítő, hegyvidéki terület, ugye? Tehát csapat összekovácsoló, és hát reméljük, hogy meg lesz ennek a hatás, és meglepetést okoznak. Igen, sok minden számít. Tehát azt nem lehet mondani, hogy tehát a női csapatjátékosai tényleg világszínvonalat képviselnek, nagyon nehéz egy ilyen torna, de tényleg ilyen dolgok is számítanak. Meg nehéz csoportban vannak egyébként. Hát igen, nehéz csoportban vannak, de hát ugye, ha azt veszük, ez egy ilyen nagyon szűk elit, aki kim van csapatsportágban. Tehát ezt mondjuk el mindig, hogy beszélünk itt sok mindenről, hogy nehéz a kvalifikáció, egy csapatsportágban tényleg csak a legjobbak vannak ki, és egyes sportágokban eltérő az, ahogyan kvalifikálni tudnak. Tehát világbajnoki, első 2 helyezett, aztán vannak plusz tornák,
és ugye mivel az olimpia ugye papíron még mindig a egyenlők harcáról szól, miközben azért nem teljesen van így, a kontinensek is megoszlanak, miközben mondjuk egy vízilabdában nehezen tudjuk elmondani azt, hogy minden kontinens mondjuk hasonló erőt tud képviselni, akár egy csapat is mondjuk Afrikából, vagy Ázsiából, tehát mondjuk tud harcolni azokkal az európai csapatokkal, aminél mondjuk 5-6 hasonló erőt képvisel. De labdarúgás érdekes, mert ott múltkor figyeltem egyébként, tehát, hogy minden kontinensi négy csapat van. Igen, az már elkezdődött. Az már is kezdődött, de és ott, hát ezt ugye foci EB is volt, világbajnokság is vannak, tehát annyira nem is nagyon figyelik azt a tornát ott az olimpián, meg hát a világsztárok nem is mennek ki. Hát ez ki. Egy utánpótlás torna, ugye ez hát a 20 éves korosztály. Emlékszünk a 96-os magyar részvételre, amikor a csoportban Nigéria és Brazília is ott volt, aki igen. Nigéria később. Föltehetek nektek egy kérdést? Igen. Hogy ki fogja nyerni éremtáblázatot, Kína vagy Amerika, USA? Hát ez egy nagyon érdekes egyértelműen kérdés. Egyértelműen a gazdasági erők harcából szerintem Kína fog győzedelmeskedni, abból adódóan, hogy Japánban lesz is talán, ez nekik még fontosabb, hogy Japánban Kína legyen az első. Szerintem az Egyesült Államok. Szerintem az Egyesült Államok azért, mert bár... Ők legutóbbit ki nyerte? Én most, ez nincs meg, de tudom, azt hiszem, hogy az amerikaiak nyertek, de most... Nem vagyok 100% biztos, abban viszont biztos vagyok, hogy a magyar csapat jobban teljesített, mint a szlovák, és erre most is megvan az esély. Abból adódóan is, hogy térjünk ki a műsor végén a szlovák esélyekre is, aminek vannak magyar vonatkozásai, ezt azért ne felejtsük meg, tehát azért vannak felvidéki magyar sportolók, akik szlovák színekben harcolnak. De hát sajnos egy nagyon kis szlovák csapat megy ki, és ez azért is aktuális, mert a kormánypárt éppen napokban jelezte, hogy 15 millió eurót ad a sport támogatására. Ugye létrehoztak az elmúlt években olyan hivatalokat, amelyik a sportot célozza támogatni. Mégis nagyon kevés szlovák sportoló van kint az olimpián. Minek köszönhető az, hogy szlovák sport, mintha egy kicsit vissza a húzódóban lenne. Vannak kiemelkedő tehetségek, tehát van egy Peter Sagan, van egy Vlhová, meg hasonló, de azért láttuk az EB-n is, hogy igazából valami, mintha hiányozza a szlovák sportban. Hát a pénz. Pénz? Csak a pénz? Hát nem csak a pénz. Lelkesedés esetleg. Figyelj, nem normális, hogy... Tehát a sportfinanszírozás nincs megoldva. Ezt látni kell. A Magyarországon azért törekedtek rá, tehát a TAO rendszere, és még nem tudom mi, legalább egy-két sportra koncentrálnak, oda nyomják a több pénzt, hogy legyenek sikerek. És azért elég optimistán beszélgettünk itt az elmúlt percekben a magyar csapat sikereiről, és főleg arról, hogy hát sok a fiatal. Tehát nem véletlenül mondják az ügynökségek is, hogy hát jobb eredményre számítanak, mint Rióba. És azt hiszem, ez most már évről évre így érezhető ez a fejlődés. És Szlovákiában mindez nincs. Ahogy a focit nem támogatják úgy, hogy hát a többi sportágról ne is beszéljünk, mert például egy kajakkenő, amit kap, az síralvas. Miközben az is egy a hát szlovák szinten, ez egy nagyon sikeres sportág. És ebben igazán egyébként Tibornak, tehát hogy foglalkozni kell azokkal a sportokkal, sportágakkal, amikben jók például a szlovákok a Magyarországon, úgy van, tehát hogyha nagyon sok aranyat ugye nyer Magyarország az úszószámokban, a vívásban, akkor arra kell koncentrálni, és arra kell pénz. Szlovákia pedig ezt valahogy úgy nem érzik, illetve ezt jobban kéne hangsúlyozni, és azért hozzáteszem még azt, hogy hát általában a szlovák, ahogy szoktam figyelni régen az olimpiákat, így a nyári számokban nem szoktak annyira jó szerepelni. Hát volt ugye vadvízi evezés, ugye kajakba a Riesdorferék, ugye, és hát igen, tudtak nyerni elvezésben, és hát más csapatsportágban nem, de még talán ugye Davis Cup-ba ugye tovább tehát, tudtak jutni, de egyébként ugye... Hogyha megnézzük a szlovák sportnak, igen, amit Tibor mondott, alulfinanszírozás az egy jellemző dolog, hát gondoljunk bele, a két legsikeresebb sportág, vagy a három, a lövészet, ugye akár a kajakken és a vadvízi kajakkenó, tehát és nem nagyon épülnek új. És ezek mind egyéni sportok. Sportközpontok, de hát ha megnézzük, igen. Ugye tudjuk azt, hogy
nincs infrastruktúra fejlesztés, és talán ez lenne a kulcs, és ahhoz, hogy fiatalokat tudjunk, és mondjuk 20 év múlva de, is tudjanak. De azért hangsúlyozzuk ki, hogy mi most élsportról beszélünk, meg ez nagyon szép kirakat, meg nagyon szép országimás. Csak hogy nem csak így szabad venni ezt a dolgot, mert akkor, amikor valaki olimpiai bajnok lesz, példaképpé válik, és az aztán vonza be a fiatalokat a sportágba. Tehát ugye a magyar úsz, megemlítettem, hogy 10-15 évvel ezelőtt egy-egy nagy úszónk volt, most pedig számtalan. De ez annak köszönhető, hogy nem tudom, szerintem megtöbbszöröződött a fiatal gyerekek száma, akik járnak úszásra. Tehát csak így lehet építkezni. És ehhez pénz kell, ehhez egyértelműen pénz kell, ezt pénz nélkül nem lehet meg. Hozzáteszem, érdekesség lehet, hogy nincs semmi köze, de néhány éven a Magyarországon megemelték a torna számok órát az iskolákban, és akkor ezzel is ösztönzik a gyerekeket, hogy azért többet mozogjanak, rájönnek sportra, sportkörökre. Életformává váljon, igen. Tehát ne legyen idegen, hogy jaj, most le kell futnom 10 métert, vagy 20-at. Igen, ez is egy érdekes, meg az is egy érdekes, hogy azért annak ellenére, hogy volt itt egy gyaloglásban elért olimpiai arany, ugye... Matyai Tóth, ugye? Igen. Illetve a vízi szlalomba, ugye? Igen, de mondjuk egy, hát a gyaloglás az egy olyan sport, ami tényleg sokaknak elérhető, akár megszerethető, mert mondjuk a futástól nincs annyira messze, csak kevesebbet beszélnek róla. Igaz, hogy itt is vannak ugye az olimpiai bizottság, ugye korlátozza bizonyos számokat, ezt is tegyük hozzá. Ahogy Péter, a kajakkenuba... itt a probléma, hogy ugye atletikán van egy kiugró eredmény, és aztán lecsenget, nem követi további. Tudod, tehát valahol itt a sportszervezés, a sportfinanszírozás, tehát a Matyai Tóth nem tudta bevonzani a fiatalokat, hogy még többen kezdjenek el komolyan atletizálni, és jöjjenek a további atlétikai. Meglátjuk, hogy hogyan lesz, azért most is vannak nagyon jó atléták szlovák színekben, meglátjuk, hogy magyar színekben ez hogyan fog menni például az atlétikába, ez is egy érdekes dolog, meg eleve nagyon érdekes az olimpia, és pont azért követik olyan sokan a tévéképernyőjén, mert ez egy full, teljes, mindegy, azt mondanám, hogy egy sportáradat, amelyre négy évente megkapjuk, hát most 5 évet kellett rá várnunk, hogy megkapjuk azt, ami a sport elitje. Szeretném, hogyha mondjuk a fiatalok is megszeretnék ez alatt a néhány hét alatt egyik vagy másik sportágat. Önök, kedves nézőink, pedig azt szeretném, hogyha tudnának a ma hétről új információkat szerezni, úgy, ahogy a labdarúgó EB során, úgy az olimpia során is kis írásokkal, videókkal, elemzésekkel készülünk önöknek, kövessék a portálunkat, kövessék a videóinkat, és olvassák azt a heti lapot, amely Felvidéken egyedüliként hetente olyan tartalmakat kínál, amit érdemes olvasni. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok, önöknek, kedves nézőink, hogy követték a műsorainkat, és tegyenek így legközelebb is. A viszontlátásra!